Nagyon kellemes időtöltés nektek. Sziasztok az M3 autóparmai koncertova. Látjátok, egy Fiat Pandát szeretne, hogy nézzünk meg. De én nem megyek oda olyan hamar, mert van itt nekünk még két kollégánk, Feri és Peti. Sziasztok! Van itt egy halomgumi és egy teljes Fiat Pandára való húzat, amit ide Peti kollégám, ide pedig Feri kollégám szépen ide gurítgatták ezeket a gumikat, úgyhogy köszönjük szépen nekik. Ez hozzá tartozik ehhez a Fiat Pandához, hát azért maradt olyan szépen meg a húzatja is a járműnek, mert rá volt téve egy ilyen méretpontos szövethúzat. Nézzük meg az autónknak a hátulját, és először kezdjük innen, támadjunk innen. Elektromos a zár, szépen kinyílik, kalaptartó, illetve kötelező tartozékok, csomagtértálca, hogy még az a gyári szövet se kopjon benne. Van egy kis vonóhorog itt, amit esetlegesen használható. Tolató szenzorok a hátsó lökhárítóban, tetején tetősín, nagyon szép alufelnik. Az alufelniken jó állapotú téli gumik vannak jelen pillanatban. Gyári sötétítésű az üvege. Épp szép, tiszta, áttetsző lámpatestek, mint látjátok, kötfényszóró, és egy nagyon csendes kis 1-2-es motor, amit rögtön meg is mutatunk nektek. Exide akkumulátor van benne, ez jó minőségű, csendesen dolgozik, 2017 negyedik hóba lett szervizelve, 115 ezer kilométernél tiszta tartály és egyenletesen járó motor. Látjátok itt a klímakompresszor, tehát klímás is, de nem is akármilyen klíma, hanem digitális klíma van ebbe a kiskocsiba, úgyhogy tényleg ilyen szuper, mega extra felszereltségű a járgány. Nézzük meg a hátsó részt, kék színű, szép szövetkárpitozású, el lehet benne férni. Elől elektromos ablakok húzzák az ablakokat, állítható magasságú az kormányoszlop, az ülés magasság is oldal légzsákos, és ugye természetesen szervó kormányos, nem is akármilyen, nem City szervos, itt van a kapcsolója, nagyon könnyűvé teszi a kormányzást, bal alsó sarokban megjelenik a zöld kis ikony, ha bekapcsolom. 122 ezer kilométer futott, az órát be kell állítanunk, nagyon könnyen indul, ABS-es, minden szépen elalszik, és látjátok, milyen kis vidáman ugrik fel az a jobb oldali mutató. Elől is légzsákok, ugye, egy CD rádió, az oldal légzsák, vagyis hát az első jobb oldali, digitális, mint mondottam. Elektromos ablakok leföl, klímás ugye az autónk, 5 sebességes váltós, és itt van a elektromos tükör kapcsolója, és ez pedig az ülés magasság állítása. Friss műszak is a járgány, és vezetett szervizkönyves. Ettől szebbet, jobbat, extrábbat nem tudok nektek adni. Én azt gondolom, ez egy nagyon szép kis autó, nagyon-nagyon sok extrába, spót, gumikkal, felnikkel, várja az új gazdáját. Legyen a tiétek ez az autó, gyertek el a próbakörre is, most indul a következő videó, rögtön az lesz. A viszontlátásra!